Lehet, hogy a trónok harcának már vége, de az HBO előfizetést még nem érdemes lemondani. Íme 10 plusz 1 sorozat, amivel enyhíthetjük a Westeroszi kalandok vége után maradt éjségünket. <coughs> Bármennyire is vegyesre sikerült a trónok harca lezárása, az nem vitás, hogy jókora űrt hagyott maga után most, hogy vége. A rajongók már érzik is az elvonási tüneteket, és ezt korábbi epizódok fogyasztásával, a könyvek fellapozásával, vagy mi lenne, ha a teóriák gyártásával bótolják. No meg újabb sorozatokat keresnek, amikre rá lehet kattanni. Ebben segít most a videónk, ami a kényelmi szempontokat figyelembe véve csupán az HBO, illetve az HBO Go kínálatára fókuszál, ha már úgy is hozzászoktunk a szolgáltatóhoz. Az alábbi listára válogattunk már most elérhető, illetve hamarosan vagy egy kicsit később debütáló sorozatok közül. A lényeg, hogy a célközönség azért nagyban lefedje azt a tömeget, akik a Westeroszi kalandokat követték. Lássuk hát, miért érdemes megtartani az HBO Go előfizetésünket. A kész katasztrófából és a Superbadből ismert Bill Hader játsza Berrit, a farcu bérgyilkost, aki egy akció során belekeveredik egy amatőr színjátszókör soraiba, és ez úgy felvirágozza az életét, hogy azonnal elgondolkodik azon, hogy munkahelyet vált. Igen, ám, de a múlt ott kísért ilyen-olyan nemzetiségű gazvickók meg a gyanakvó rendőrség képében. A Berryben az a legszebb, ahogy a lakonikus és morbid humort keveri az ultra és Hollywood ironizálásával, ezzel pedig igazán üdítő szériát teremt a maga 8 x félórás tömör évadaival. A Csernobili atomkatasztrófáról jó eséllyel mindenki hallott, ugyanis a három évtizeddel ezelőtti eseménynek nem csupán kulturális és politikai hatásai voltak, de ténylegesek is. Az 1986 tavaszán levegőbe került radioaktív anyagok a mai napig befolyásolják világunkat. Az HBO öt részes, kompromisszummentes minisorozata nem arról szól, hogy ez a katasztrófa megelőzhető lett volna, hanem arról, hogy hatásait minimalizálni lehetett volna, ha a döntéshozók és a végrehajtók nem ütköztek volna mindenhol olyan falakba, melyeket az eltusolás szándéka és a tagadás emelt a Csernobil nem könnyű nézni való, de eszenciális. A Doom Patrol a titánok spin-offjaként látta meg a napvilágot a DC universe de szerencsére hozzánk is befut, és ez tényleg azért nagy szerencse, mert ez a szedett vedett hősökből álló abszurditástól sem mentes széria messze túlnőtt anya sorozatán. A többek között Brandon Fraser, Matt Boomer, Ellen Tudyk és Timothy Dalton főszereplésével készült sorozatban Dalton játsza a Doom Patrol mentorát, akit elrabol a természet feletti erővel bíró Mr. Nobody, ezért aztán a Cyborg által vezetett csapat akcióba lendül, már ha túl tudnak lépni saját démonaikon, meg azon, hogy nem igazán tudnak együttműködni. Igazán apróság. A legendás Barry Levinson fia Sam Levinson áll az eufória hátterében, amely az HBO következő nagyformátumú sorozatának tűnik. No nem azért, mert olyan nagy léptékű történetet kívánna felvázolni, nagyon is intim dolgokról mesél az eufória, csak hogy mindezt elképesztő audiovizuális körítésben teszi majd, és a hírek szerint az HBO-ra jellemző módon kendőzetlenül. A Zendaya főszereplésével készült sorozat egy csapatnyi középiskolás tinédzserre fókuszál majd, akik a házi feladat elvégzése helyett olyan kihívásokkal szembesülnek, mint a drogok, a szex és az erőszak. Philip Pullman regény sorozatából egyszer már megpróbáltak filmfranchise-ot csinálni, de az aranyiránytű messze elmaradt a várakozásoktól, ráadásul még ki is kezdték ilyen olyan belelátott üzenetek miatt. Amúgy is túl nagy és szertágazó az úr sötét anyagai ahhoz, hogy egy filmben jól ki lehessen bontani, szóval remek hír, hogy az HBO sorozat alakítja a regényeket, ami nem jelenti azt, hogy spórolnának a látványvilággal, sőt, mi több James McAvoy, Ruth Wilson vagy Lin Manuel Miranda személyében még sztárokat is megnyertek hozzájuk. Látvány és fantázia tekintetében a széria simán vet tekethet majd a trónok harcával. David S. Goyer, a Sötét Lovak trilógia és az Acélember társírójának sorozata Superman nagyapjának soha el nem mesél történetére fókuszál, méghozzá Kál el szülő bolygójának Kryptonon. A planéta lakói még nem is sejtik, hogy 200 év múlva bolygójuk megsemmisül, de természetesen a pusztítás magjai már el vannak ültetve, és a széria főhőse is azért küzd, hogy megakadályozza a káoszt, vagy legalábbis elodázza azt. A Krypton természetesen nem csupán utalásokat kínál Supermanre, hanem konkrét karakterek is felbukkannak benne, melyek az első évad végén szép kis cliffhanger Alternatív idővonalakkal és más nyalánságokkal. Innen veszi majd fel a vonalat a második etap, amit nem győzünk kivárni. A Fleabag író főszereplőjének másik sorozat szenzációja egy bérgyilkos nőről szól, aki különös kapcsolatot alakít ki a brit hírszerzés egyik aktatologató ügynöknőjével, aki meg nem tud szabadulni az enigmatikus fejvadász varázsa alól. A megszállottak viadala egyszerre vígjáték, krimi és pszichotriller, azaz egy utánozhatatlan és rendkívül frissnek ható műfai elegy, aminek második évada még szürreálisabb irányba indul el. A főszerepet a mindig kiváló Sandra O oh és a nagyszerű felfedezésnek bizonyuló Jodie Comer játsszák, de az epizód szereplők között is Remek karakter színészeket találhatunk. Ha még nem kezdtétek el nézni, akkor jól vigyázzatok! Függőséget okoz! Nem véletlen, hogy a templomosok a vikingek című siker sorozat nyomvonalán jár, hisz ezt is ugyanaz a csatorna gyártotta, de míg a vikingek azonnal magával tudta rántani nézőit karizmatikus főhősének hála, addig első évadában a templomosoknak ezzel meggyűlt a baja. Még szerencse, hogy kapott még egy esélyt, mert így beléphetett a képbe a Mark Hamill által alakított talusz, és ezzel ez a keresztes háborúk idejátszódó játszódó véres lovagregény egy csapásra szintet lépett, amit jól mutat az is, hogy a széria részről részre egyre jobb értékeléseket kap, miközben brutalitásban már-már a trónok harca legvörösebb pillanataival. A Watchmen minden idők egyik legjobb, egyben legkomplexebb képregénye, amiből Zack Snyder egyszer már készített egy masszív filmet, ám az őrzők inkább volt stílusos, semmint mély. Most Damon Lindelof a Lost és a hátrahagyottak alkotója veszi kezelésbe a matériát, és az első előzetes alapján alaposan átdolgozza azt. Tudjuk jól, hogy Ellen Moore a Watchmen írója, hogy viszonyul a művein végrehajtott változtatásokra, szóval kíváncsiak lennénk a véleményére. Erre a sorozatra viszont még annál is inkább, ugyanis ha van olyan szuperhősös matéria, ami kapcsán el lehet engedni a fantáziát, akkor a Watchmen az. És az HBO ősszel debütáló szériája pedig inkább lesz folytatás, semmint direkt adaptáció, szóval még annyira sem kell tartaniuk magukat a már bejárt úton. A harcosban talán nem az a legnagyobb szám, hogy a Benshi megalkotójának és a halálos iramban filmek legtermékenyebb rendezőjének közös munkája, hanem hogy a széria alapötletét nem más szállította, mint az egykori harcművészeti legenda Bruce Lee. Az 1870-es években játszódó történet egy kínai harcművészről szól, aki elveszett hugát keresve érkezik San Franciscóba, ahol aztán kereszteződik az útja a helyi kínai maffiával. Az alkotók tudták, hogy Bruce Lee örökségével nem lehet lacafacázni, ezért nem sumákolták el a harc jeleneteket, melyek túlmutatnak azon, amit a sorozatoktól megszokhattunk. Ugyan 2020-ig még várnunk kell a harmadik évadra, de mindenképp érdemes megemlékeznünk a Westworldről, az HBO második legnagyobb szabású sorozatáról, amely Michael Crichton kultikus szifiéből egy titkokkal és fordulatokkal teli szériát faragott, amely a teremtés felelősségét és az emberi híjúságot vizsgálja kendőzetlen erőszak kíséretében, jobbnál jobb színészek tolmácsolásában. A harmadik évadban ehhez a gárdához csatlakozik majd a Breaking Bad Aaron Paul- -ja. Ezek hát szerintünk azok a szériák, melyeket érdemes csekkolni az HBO-n, ha már lejöttetek a trónok harca daráról. És ahogy az IGN Vargiai legutóbbi adásában ígértük, most kisorsoljuk köztetek a trónok harca játék sorozatunk főnyereményét, ezt az ajándék ajándékcsomagot benne egy Arya Stark figurával, egy Targaryen hajtűvel, egy sárkány tojással, karkötővel és limitált érmével. A csomag megnyeréséhez nem kell más tennetek, mint Youtube komment formájában megírni, hogy végül ki lett Westeros ura, és hogy nektek hogy tetszett a trónok harca lezárása. A játék június 9 vasárnap éjfélig tart, utána sorsolunk, az IGN vargjai most téli állomba merülnek, de még más sorozatok vagy filmek kapcsán vissza fognak térni a jövőben. Addig is, sziasztok!